Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast, téma még mindig az informatika és bármi más. A mai műsor felvezetésével nem húznám az időt, mindjárt be is butatnám vendégünket, aki külön köszönöm, hogy elfogadta újra a meghívásomat, Tiba Tamás, az Ingram Mikro Magyarország Kft. oktatóközpontjának és demócenterének vezetője. Szia Tamás, köszönöm, hogy újra itt vagy és elfogadtad a meghívást. Szia, sose, köszönöm, hogy újra meghívtál. Mielőtt belevágnánk azonban a beszélgetésbe, hiszen rengeteg kérdés és téma van előttünk, néhány másodpercben szót kapnak partnereink, még mielőtt azonban ez megtörténne, megkérem önöket, iratkozzanak föl csatornánkra. Partnereink: Ingram Mikro Magyarország KFT, Hewlett Packard Enterprise, már is itt vagyunk, és kezdjük a beszélgetést. És az a helyzet, hogy a mai műsornak azt az alcímet is adhatnánk, hogy ami az előző részből kimaradt, hiszen az előző adásban elég erőteljesen a szalagos mentésre koncentráltunk, és a közösségi médiában kaptunk is hideget és meleget érte. De mi van még ezen kívül? Igen, hát valóban a múltkor talán egy kicsit kiragadtunk egy területet, de most akkor szerintem fókuszáljunk a mentésre, mint kifejezésre, nem pedig a szalagra, és akkor már is egy kicsit többet fogunk tudni mondani. Mielőtt viszont ugye egyáltalán a mentéssel kezdenénk el foglalkozni, meg kell nézni azt, hogy miért csinálunk mentést, ugye? Mi, mi, mi az oka annak, hogy mentést csinálunk? Ez az előző adásból lehet, hogy kimaradt ez a fogalom, vagy lehet, hogy beszéltünk róla, nem volt hangsúlyos. De szóval miért csinálunk mentést? Az adatvesztés miatt. Igen, tehát nem az adatvesztés miatt, az adatvesztést szeretnénk elkerülni, megelőzni, valahogyan visszaállni, hogyha már megtörtént a probléma, tehát egy kicsit az adatvesztésre kell fókuszálnunk. Ugye... Itt most nyilvánvalóan elég nehéz a 3-4 betűs rövidítések nélkül műszaki dolgokról beszélni, megpróbálom azért e, megint. Ugyanakkor ugye azt látnunk kell, hogy minden egyes mentési rendszer tervezésénél mindig az a legfontosabb kérdés, hogy mennyi az elviselhető adatvesztés mértéke. Ugye erre van is valami szakmai kifejezés, ezt most nem szeretném erőltetni, de, de mindig ebből indulunk ki, hogy mi az elviselhető adatvesztés mértéke. Ugye józanul mindenki azt mondja, hogy semmi, tehát nem akarunk adatveszteni nulla. Veszteni, nulla igen. Én is ezt gondolnám, így laikus. Aztán utána rájövünk, ugye, hogy hát ez nem is annyira egyszerű megvalósítani, mint kimondani, mert itt jön képbe az, hogy mire akarunk fölkészülni egész pontosan. És a kérdés akkor adódik, hogy milyen okai vannak az adatvesztésnek. Pontosan ez a lényeg, erre kell egy kicsit fókuszálnunk. Ugye nagyon sok oka, nagyon sok kiváltó oka lehet az adatvesztésnek, viszont ezt érdemes kategorizálni, érdemes csoportba gyűjteni ezeket az okokat. Ugye az egyik ilyen főcsoport az a hardware, tehát ugye a hardware eszközök, amiket használunk, és akkor itt elkezdhetnénk sorolni, hogy mennyi mindent tud meghibásodni a mi hardware eszköz, de én azt gondolom, hogy ilyen részletességig nem kell belemenni, az egyik csoport a hardware. A másik ilyen fontos csoport, ami kiválthat ugye adatvesztést, az bizony a szoftver, akár mennyire is furcsa, de a szoftver is tud adatvesztést okozni. A harmadik ilyen kategória az az ember. Tehát ember hibából is adódhat adatvesztés. És hát az informatikai rendszereknél ugye adatvesztést kiválthat egy olyan is, amikor egy teljes telephely leáll valami miatt. Ezt ugye informatikai szempontból katasztrófa eseménynek szoktuk nevezni, de hát amikor ugye katasztrófát mondunk, akkor természetesen nem földrengésre vagy árvízre gondolunk, hanem olyanra, ami egy teljes telephely meghibásodását eredményez. Például, amikor megjelenik a markoló az utcában, ugye, és akkor elmegy az áram, bepisil a klíma és a, a különböző dolgok. Na most ez azért érdekes, hogy, hogy kategorizáljuk ezeket a dolgokat, mert tudnunk kell, hogy mi ellen védekezünk. Másképpen kell védekezni a különböző típusú adatvesztések ellen. Ugye eleve induljunk ki abból, hogy az embernek mondjuk egy természetes helyzete az, hogy két lábon áll egy lábon nem érezzük magunkat kényelmesen. Ugye az informatikában is így van, két lábon szeretünk állni, tehát legyen két adatközpontunk. Ha bár mondjuk a technika tanszéken tanultuk annak idején, hogy a legstabilabb alátámasztása három pontos, szóval három adatközpont mindig jobb, mint kettő. Világos. És nyilván az, a, az informatikában is erre törekszünk, hogy a lehető legstabilabb legyen a rendszerünk. Ugye egy hardware hibát egy ilyen több telephelyes rendszerrel viszonylag könnyű kiküszöbölni. Tehát az adattárolóink tartalmát replikáljuk az egyik telephelyről a másikra, akkor hiába is megy tönkre a produktív rendszerünk, van helyette egy másolat, van helyette egy másik, amit kvázi azonnal tudunk használni, és nincs adatvesztés. Igen, nem, de mondjuk a hiba meg az emberi hiba az pont nem ilyen, hiszen hogyha jön egy destruktív tranzakció, akkor a replikált adattartalom ugye a destruktív tranzakciót is replikálni fogja, azaz egyszerre törlődik az adat minden tárolómról. Ha lenyomom a Ctrl-A, Shift, Delete billentyű kombinációt, akkor megint mindenhonnan egyszerre törlődik az adatom. És akkor ugye nem beszéltünk még arról, hogy az emberi okozó, vagy az emberi tényező, az ugye annak van egy speciális esete, ez pedig a szándékos károkozás, és ez az, ami sajnos napjainkban egyre gyakoribb, ugyanis akkor itt egy egyre szót mondok. Erről zsaroló vírus, és akkor megérkeztünk, mindenki tudja, hogy miért kell az emberi hibák ellen is védekezni. Tehát erre mondjuk egy tároló replikáció nem alkalmas, és itt jön be a képbe a mentés. Ugyanis az ilyen hibákat csak kizárólag mentéssel fogjuk tudni helyrehozni. Adódik ebből a kérdés, hogy milyen tároló rendszerek vannak, mi van még a szalagos mentésen kívül? Hát ugye, hogyha Megint egy kis időutazást csinálunk, és visszanézzük az elmúlt 30 évet, akkor abból a 30-ból az első 20 arról szólt, hogy a számítógépes rendszereink fejlődtek, de az adattárolás nagyon lassan, a harddiskeink nem igazán akartak földgyorsulni, és akkor ugye ezért váltottunk újabb, gyorsabb technológiára, ez az SSD. Ezt nem fogjuk lefordítani magyarra, mert hallottam már egy magyar szót, igen. az SSD fordítás, akint nagyon rossz ne használjuk. Maradjunk ennél. Mindenesetre, ugye elektronikai megoldás mechanikai alkatrészek nélkül, forgó alkatrészek nélkül sokkal gyorsabb. Hogy az elmúlt 11 néhány év az SSD-knek a fejlődéséről szólt, és mára ugye ott tartunk, hogy már nem csak magának az SSD tároló területnek a sebessége az, ami kritikus, hanem az, hogy hogyan kapcsolódunk hozzá. De gyakorlatilag a vállalati adattárolásban pillanatilag a legfontosabb kérdés az a válaszidő. Mennyi idő alatt férek hozzá az adatomhoz? Ugye Hát itt nem szoktunk betűszavakkal dobálózni, de azért mégis lehet, hogy kell. Itt ugye az interfészeket lecseréltük, amelyeken keresztül hozzáférünk az adattárolókhoz. Az interfészenk gyorsabbak lettek, alacsonyabb válaszidővel rendelkeznek, közvetlen a PCI Express Bridge-re kapcsolódnak, és ugye olyan protokolokat is használunk ma ha már az adat hozzáféréshez, ami ugye ezt ki tudja használni. Tehát ezek a első ödleges, vagy, 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 produktív tároló számára a legfontosabb jegyek, hogy flash alapú adattárolást valósítunk meg a lehető leggyorsabb válaszidővel. Ezek óhatatlan drágák, harddisken még mindig olcsóbb tárolni az adatot, mint SSD-n, és könnyebben tudunk nagy mennyiségű, relatíve olcsó adattárolót csinálni, és hát természetesen ott megmaradnak a szalagos egységeink, hiszen a múltkor ugye erről beszéltünk, alapvetően ebbe a három kategóriában gondolkozunk. A produktív tárolónk tehát gyors és drága, úgyhogy azon csak relatíve kevés adatot fogunk tudni őrizni, de ott is megpróbáljuk a különböző állapotokat rögzíteni pillanatfelvétellel, ami nem mentés, ezt már a múltkor megbeszéltük de a mentési stratégiánk része lehet, hogy ezeket a rövid ideig őrzött pillanatfelvételeket másoljuk majd valahova, például a tartaléktárolónkra, ami már pörgőlemezből készült, vagy szalagos egységre, amit ugye mentés vagy archiválási célra használunk. Ezt szoktuk ösztözni a különböző tároló replikációs megoldásokkal, és akkor körülbelül ez lesz az, amitől majd jól alszunk. A mentésekre mindjárt vissza fogunk térni, de még egy kérdést hagyd tegyek föl ebben a adattároló világban. Hogyan épül fel a valóságban egy vállalati adattárolás? Hogyan épülnek fel a rendszerek? Hát szerintem egy jó vállalati adattárolás, úgy ahogy az előbb elmondtam, van egy, van egy produktív tárolónk, ami gyors és jó válaszidővel rendelkezik óhatatlanul tartaléktárolót vagy tartaléktárolókat üzemeltetünk azoknak az adatoknak, aminek az elérése nem feltétlen kell, hogy gyors legyen. referenciaadatok, átmeneti mentési állományok, ezek ugye pörgődiszkes tárolókra kerülhetnek, és egyértelmű, amit hosszú távon szeretnénk megőrizni, azt továbbra is mágnes szalagra tesszük elkerülhetetlen a kérdés, és az előző adásban összemosolyogtunk beszélgetés közben, miközben a mentéseimről beszéltünk. Az Ingram Mikro ebben mit kínál? Hát ugye mi összeraktunk egy mentési tároló szolgáltatást. Ez a mentési tároló szolgáltatás egy bizonyos szempontból speciális. Ugye egy egy meghatározott tapin egyfajta interfészen keresztül lehet elérni. Ez egy objektum alapú tároló, ahol nincs fájrendszerünk. Az objektum alapú tárolás azért e, került előtérbe manapság, mert ugye az objektum alapú tárolók a zsaroló vírusokkal szemben egy bizonyos fokú alapvető immunitást mutatnak, hiszen a legtöbb vírus, a legtöbb kártékony kód általában fájrendszert támad. Ugye mi ezt a tárolót kifejezetten a partnereink számára készítettük, hogy ők ezt kvázi az első pillanattól kezdve, amikor eszükbe jut, tudják használni. Tehát van nekünk egy olyan elérhető felületünk, egy olyan elérhető interfészünk, ahol mentési tároló területet tudunk szolgáltatni a partnerek számára, és értelmszerűen ez a service, ez már sokszor elhangzott, tehát havidíjas konstrukcióba, tár terület alapján, igénybe vett tár terület alapján kell fizetni érte. Nem kell bevásárolni semmit. Az adattárolás területén a gyártó, a hp mit kínál, milyen termékei, milyen eszközei vannak. A piacon a hp talán a legszélesebb portfólióval rendelkezik ezen a területen, kezdve a belépőszintű tárolóktól, ez itt ugye az MSA termékcsalád, a közepes, illetőleg a nagy teljesítményű produktív tárolókon keresztül, itt az Alletra termékcsaládnak a különböző tagjai kerülnek képbe, és hát ne felejtsük el természetesen a Storever családot is, ami ugye a szalagos egység, amiről a múltkor beszéltünk. És emellett ugye nagyon fontos manapság azt gondolom, hogy a Software Defined világ, ahol ugye szerver alapokra építünk intelligens adattárolókat, ez, ez ugye a Software Defined Storage kategóriába tartozik, és akkor itt is elég szép a, a felhozatal. Mostanában és így a műsor vége felé nem véletlenül, nem véletlenül a kérdés szeretnék a következő témára és majd akár már a következő műsorra is átvezetni. Ugye mostanában a fogyasztás alapú infrastruktúra, mint vállalati szemlélet, mint koncepció egyre erőteljesebben képben van, vagy, vagy úgy látom, hogy egyre inkább nagyobb teret nyer. Erről pár mondatot Tudnál-e mondani, hogy képzeljük ezt el, és egy kicsit felvezetésként majd a következő műsorhoz? Hát szerintem erre nagyon jó példa az előbb említett mentéseim szolgáltatásunk, hiszen már mi is ebbe a havidíjas vagy fogyasztás alapú megoldásokban gondolkozunk. Ez mondjuk egy adattároló esetén, vagy egy mentési tárterület esetén viszonylag triviális. Talán azt gondolom, hogy az infrastruktúra többi területén nem feltétlen annyira magától értetődő, de nyilvánvaló az, hogy jogosan merül fel a piacon az igény arra, hogy akár a szervereinket, a hálózatunkat, adattárolóinkat, Sőt, talán az adatközpont összes komponensét, azt ilyen havidíjas szolgáltatás kivitelbe vegyük igénybe. Ugye már annyira ez a service világban vagyunk, hogy van olyan autógyártó, aki az ülésfűtést is szolgáltatásként, szolgáltatásként árulta, mert azt hiszem már leszoktak róla. Igen, hát az autóipar leállt ezzel, de mi a helyzet az informatikában? Igen, erre talán a legjobb példa a HPE GreenLake szolgáltatása, hogy a GreenLake szolgáltatás keretében komplett infrastruktúrát, szolgáltatásként, szoftvereket, szolgáltatásként, hardvereket, szolgáltatásként gyakorlatilag bármit, szolgáltatásként vehetünk igénybe. Én azt gondolom, hogy ez egy jó végszó volt, és innen fogjuk folytatni a következő adásban, és köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek minket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük vagy témajavaslatuk van, a lent olvasható e-mail címre írjanak számunkra, az eddigi leveleket is köszönöm. Addig is pedig iratkozzanak föl csatornáinkra, kövessenek minket a közösségi médiában, és találkozunk legközelebb. Minden jót, hello! Partnereink Ingram Mikro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise to you.